A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai munkacímünk Alsóörs felé a félúton, vendégem pedig természetesen Gáspár Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas, érdemes művész, Vörösmarty Színház művésze. Tisztelettel köszöntelek. Szevasz, jó estét kívánok. A beszélgetésünk alapja, hogy a székesfehérvári Vörösmarty Színház nagy színpadán bemutatott rekeszizomedző Chapman és Cooney brit szerzőtárs páros vígjátéka, Ne most drágám darab tarolt az idei Deszkavízió díjazáson. Én azt gondolom, hogy a Telihai Péter rendezte darab valóban megérdemel minden ismerést, mert fantasztikus volt megnézni. Én magam egyébként háromszor láttam. Nos, hát erről fogunk beszélgetni, hiszen annál is inkább, mert hogy a tarolásról ugye Gáspár Sándor a legjobb férfi mellékszereplő, Sági Tamás a legjobb férfi főszereplő, illetve Kis Diana Magdolna, akiket szintén látunk ebben a műsorban, a legjobb női mellékszereplő elismerést vehette át. Gratulálok ezúton is minden székesfehérvári színházbarát nevében. Köszönjük. Természetesen beszélünk erről a darabról, ugyanakkor egy kicsit menjünk vissza a múltba, nem is a késői múltba, hanem az idei szezon, tehát a 2023-24-esre. Hiszen fantasztikus előadások születtek. És azt mondom, hogy ez pont jókor történt, hiszen tudjuk, hogy titeket is megviselt a koronavírus járvány. És ha itt végigmegyünk csak azokon a darabokon, amelyekben az első számomra a Jeruzsálemi király volt, ugye az még 2023 áprilisában a TASZ szerepe. Azt hiszem, hogy az egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt a székesfehérvári színházi létben is. Említetted ezt a vírus helyzetet, gondolom nem meglepő a nézők számára az, hogyha egy színház életét is alapjaiban befolyásolta ez, hiszen nem találkoztunk, el voltunk zárva egymástól is, nemhogy a közönségtől, tehát egy színház életében vagy színház csinálók életében ez azért eléggé megrázó volt. Viszont, hogy én ezt a lehető legnormálisabban éljem át, ehhez nekem nagy segítségemre volt Alsóörs, ahol én nem száműzve voltam, hanem az egyik otthonomba tértem meg, és tulajdonképpen rengeteg olyan tennivalóval telt az időm, amit egyébként nem tudtam volna megcsinálni, kerti munkáktól kezdve kőműves munkákig csomó dolgot olvastam, amit addig így a listámon felgyűlemlettek. Nos, ezek után jött a Jeruzsálemi király 23-ban, ahol végül is egy nagyon fontos témát dolgozott fel az író, méghozzá az Aranybulla egyik történetét, mi szerint a jeruzsálemi király Endre ellátogat a Szentföldre, és ennek a missziónak a tragikomédiáját, illetve tragédiáját fogalmaztuk meg. Mint minden magyar új darabnál, ez külön izgalom, de az, hogy egy székesfehérvárhoz kötődő anyagot adhattunk elő, ez felettébb jó érzéssel töltött el. Hasonlóképpen éreztem magam, amikor a Perej uramat is bemutattuk. Annyi különbsége, hogy azért korban azért az jóval átélhetőbb lehetett talán, hiszen egyeseknek még a
szép apja akkor élhetett, vagy benne volt nyakig abban a történetben. Igen, hát Sobor Antal, illetve Román Károly egykori tanítóink, tanáraink, akik sajnos már nem lehetnek velünk, azt hiszem, hogy fentről figyelték, és ez azt hiszem, hogy rendkívül fontos pillanat volt. Mint ahogy az is, és hadd idézzek most röviden, mert a műsorterv az idei, mármint a 2023-24-es, szinte letükrözte azt, amit egy pályázatban olvashattunk, hogy az évad műsortervek kialakításánál, hogy pontos legyek, mindig külön feladatot jelent, hogy a különböző generációs csoportok tehetsége kellőképpen megőrződjön és fejlődjön, majd így folytatódik. A tehetséget a munka, a szerepek fejlesztik, ez a tápláló ereje, ennek erkölcsi súlya, a művészeti vezetés mindenkori felelőssége. De most ennek tükrében én azt mondom, hogy megvolt az íve az idei 2023-24-es szezonnak, hiszen jött a Mágnás Miska. A Mágnás Miskát jószerivel mindenki ismeri. Korláti Gróf pedig nem különben. Nekem ez nagyon rendhagyó volt, mert életemben nem játszottam még operetben, és pláne nem énekeltem nagy színpadon egy nagy szimfonikus zenekar előtt. Tehát ez nekem nagyon izgalmas volt, és ha belegondolok, hogy az első próbákon, amikor a zenekarral találkoztunk, egyszerűen nem mertem belépni, mert nem voltam biztos a dolgomban. Szóval nem gondoltam, hogy utána Zsinórba lejátszunk 20-valahány előadást, és én ott ilyen magabiztosan a zenekar előtt belépek és énekelek. Jó, nem sokat, tehát nem kell senkinek megijednie, de életem egyik legváratlanabb felkérése volt ez. De számunkra is egy fantasztikus élményt jelentett valóban. Mint ahogy az Apacsok is. Az Apacsok egy különleges darab mindenképpen. Ott ugye az apát és a tartótisztet játszottad, és azt hiszem, hogy aki látta, az soha nem fogja elfelejteni, hogy milyen társadalmi drámák állhatnak a háttérben, milyen különbözőségek, milyen együtthatások határoznak meg egy-egy emberi létet. Talán érdekes, ha elmondom, hogy ezt az Apacsok című Bereményi Kovács Kriszta színművet Veszprémben mutattuk be, ott volt, most már lehet így fogalmazni, az előbemutatója a kulturális főváros programjaim belül, és úgy alakultak a dolgaink szerencsére, hogy Szikora János megnézte azt a produkciót, ami egyébként csak egyszer lett volna, így viszont megtetszett neki, és úgy alakult az évad, hogy műsorra tudta tűzni, sőt, egy bérletet végig is játszhattunk az Apacsokból, amit az évad elején Apacsokkal nyitottuk az évadot, és az évad végét is az Apacsokkal zártuk. Egyébként szóval azt gondolom, sajnos elég erőteljesen napi kérdés, amit a darab feszeget, és attól tartok, hogy még jó darabig ezek napi kérdések lesznek. Bár reményeim szerint azért a jövő generációja talán nagyobb elánnal fog elkövetni mindent azért, hogy ne maradjanak kibeszéletlenül azok a dolgok, amiket illene tudnunk. Hát a közönséget talán beavatom annyiban, hogy ez az ügynök kérdést dolgozza fel, méghozzá emberi sorsokon, drámákon keresztül, és egy olyan fantasztikus dramaturgiai formát talált ki hozzá Bereményi Géza és a Kovács Kriszta, ami elég ismeretlen, hogy a történetből mindig csak részleteket tudunk meg, időben eltolódva, és ahogy következünk a vége fele, úgy tisztázódik a darab eleje, a története. Tehát ilyen furcsa V alakú a dramaturgiája. Nagyon szerettem játszani ezt a kettős szerepet, egyrészt az apát, aki abban a naívságban éli az életét, hogy ő a tökéletes, majd amikor szembesíti a fia azzal, hogy mi is volt a családban az ő nagyapja, illetve az én apám, innentől kezdve picit más, hogy látja a világot, és a darab végén
tulajdonképpen ez a katarzis, ahogy ő belátja, és az ő megtörése mégiscsak ad valami reményt, esélyt arra, hogy a jövőt már nem lehet úgy tovább élni, hogy kibeszéletlenek legyenek a problémáink családon belül, kívül. A másik szerep az pedig maga a tartótiszt volt, aki ebben a kemény történetben tulajdonképpen az a tiszt, aki nagyon tehetségesen, rutinosan beszervezi az egyik fiatalt. És azon beszélgettem a rendezővel, hogy az világos, hogy milyen érdekes krimiszál ezt az egész dolgot úgy eljátszani, hogy valakinek rálépni a gyengeségére, és így lépcsőről lépcsőre az egész idegrendszerét behálózni. De ugyanakkor legalább ennyire izgalmas színészileg, hogy ennek az embernek vajon mi? Mi az a belső késztetése, hogy ezzel ilyen szinten foglalkozzon? És akkor, hála Istennek, a darab erre is választad, ő maga is tulajdonképpen a történetnek elszenvedője, csak őt az élet a másik oldalra sodorta, a rossz oldalra, aki úgy hódolt be a rendszernek, hogy annak az egyik leghasználhatóbb, legprofibb, kegyetlenebb munkatársa lehessen. Tanulságos történet, annyi szent, tehát nem tehetünk úgy, és nagyon fontos történet, hogy valami úgy múljon el, mintha nem is lett volna. Ez erre is felhívja a figyelmet. Mint ahogy nagyon-nagyon fontos volt számunkra a királybeszéde. Kovács Tamásnak mondtam, hogy ez egy szintlépés volt mindenféle szempontból számára, gondolom én, Ladányi Júcsinak nem különben, viszont rendkívül fontos szerepelt volt a Lionel Logia, a beszédtanár, aki megint egy különleges személyiség. Maga a darab is egy egészen különleges felépítésű folyamatot mutat be. Tényleg... A lubickoltál abban a szerepben. Ez olyan érdekes, hogy akkor jó az előadás, hogyha többen a nézők közül azt gondolják, hogy a színészek lubickolnak benne, de azért meg kellett ám szenvedni. Én nagyon-nagyon régen láttam a filmet. Annyi maradt meg bennem, hogy egy jó film, és két kitűnő színész van a középpontjában. Ennyi. Meg a sztorit nagyjából tudtam. De amikor elkezdtük csinálni, akkor én bennem semmiféle képlet nem működött, hanem így lépésről lépésre kezdett kinyílni valami, és azt hiszem, hogy a legnagyobb találmánya a Bagó Bercinek, a rendezőnek épp a szereposztásban van, hiszen engem a Tomival osztott össze, akik azért nyilván a nézők, ha járnak, látnak minket a színházban, tudják, hogy a Tomi tulajdonképpen a fiam lehetne bőven. És a színdarabban ez nem feltétlen így van, sőt a filmben sem, és az az összes legalább 8-10 magyarországi bemutató is azt igazolja, hogy általában a társulatból két jó színészt választanak rá, akik helyen közel korban is úgy egymás mellett vannak. És a Berci volt annyira bátor és nagyvonalú, hogy azt mondta, hogy akkor legyen egy kicsit így a fiú, meg az apa így korban, kapcsolatban így kiosztva, és ehhez a Tomit találta meg, és azt hiszem, hogy nagyon is igazolta a Bagó Berci elképzelését maga az előadás, és Kovács Tomi alakítása, aki hála jó Istennek ezzel az alakításával az idei évad végén minden díjat megnyert. Nos, hát megérkeztünk a Nem most drágám darabhoz, és Gilbert Bodley, Arnold Crouch, illetve Miss Tibdale is díjat vehetett át a Deszkavízión. Ez egy fantasztikus darab volt. Volt szerencsém látni a sajtópróbát természetesen, illetve hát már ott is feltűnt, hogy Telihai Péternek azért nem volt könnyű dolga.
mert hogy ez abban az értelemben egy különleges darab, hogy minden szónak súlya van, minden pillanatnak súlya van. Én azt mondom, hogy ez egy jutalomjáték abban az értelemben, mármint a darab nézői számára, viszont bármennyire is vígjáték, nagyon-nagyon fontos minden pillanat benne, és ez rendkívül felelősséget ró a főszereplőkre. Boddira mindenképpen. Hihetetlen öröm azt a figyelmet és a nézőtéri jókedvet, nevetéseket érzékelnünk, begyűjtenünk a színpadon, ami ez alatt, az előadás alatt történik, a nyíltszíni tapsokról nem is beszélve. Tehát a bohózat műfajának minden részlete vagy lényege a közönség által visszatükröződik a színpadra. És ez óriási dolog. Na most gyorsan el kell, hogy mondjam, elég erős évadom volt, hogy felsoroltuk, a 23-24-es évad, és nagyon komoly, nagy drámai szerepeket is játszottam benne, de hogy ez a könnyed bohózat így sikerülhessen, hát én a többiek nevében nem akarok beszélni, de én vért izzadtam. Igen. Tehát remélem, hogy ez nem látszik, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg kellett érte dolgoznom. Igen, engedd meg, hogy Szabó Dánielt idézzem, ugye a Deszkavízió díjátadó után a következőképpen fogalmazott. A sokoldalú művész, mármint Gáspár Sándor, ugyanön előkelőséggel, eleganciával adja át magát az összes műfajnak, játékának fénye egyenlően ragyog komoly és komolytalan szerepekben is. Ez bármennyire is, ezzel nem értek egyet, mert ez nem egy komolytalan szerep, abban az értelemben nyilván. Azt folytatja, hogy nem tudnék felidézni egyetlen olyan darabot sem, amiben Gáspár Sándor szerepelt és nem emelt annak színvonalán, ugyanolyan előkelőséggel, eleganciával adja át magát az összes műfajnak, játékának fénye egyelően ragyog komoly és komolytalan szerepekben, itt ezt megismétli. No, én azt mondom, hogy ez minden egyes gondolatával egyetérthetünk, mert amellett, hogy azért ez egy komoly történet, függetlenül a tartalmától, igaz, hogy halálra nevettük magunkat, de azért megvolt a mélysége is a telihai rendezésben. A bohózatok attól élnek át minden színházi korszakot, mert az alap probléma a férfinő kapcsolatban, házasságban, szerelmekben, árulásokban, megcsalhatásokban, ez folyamatosan újra termelődik. Sajnos vagy nem sajnos, az most egy másik kérdés, de hogy erre reflektálnak ezek a bohózatok, és talán ezért megunhatatlanak a közönség számára. Mert a nép, a színházba járó nép, a színházat szerető nép, az szeret magán is nevetni. És ilyenkor azt gondolom, hogy ők kicsit magukra is ismernek, ha nem is konkrétan a saját életére, de családon belül, baráton, társaságon belül valakinek, valakiknek biztos, hogy rímel, vagy legalábbis hasonló a története. Tehát egy ilyen élfajház személyiséget megfogalmazni úgy, hogy a ma embere számára is érthető és világos legyen, hogy mi minden történhet az ő agyában, gondolataiban, azt hiszem, hogy ez rendkívüli kihívás. Nem térek ki a kérdésed elől, nagyon burkoltan tetted föl. Tehát igen, akkor mondjuk így szenvedélyes ember. Tehát jó, élfhajház. Na most természetesen én nem tagadom azt, hogy szenvedéllyel szeretem csinálni a dolgaimat. Tehát tulajdonképpen én is hajhászom azokat az örömöket, amiket az élet nyújthat. Így természetesen ennek a szerepnek az eljátszása amúgy meg nem jelentett nagy,
nagy ismeretlen tapogatózást, keresgélést, viszont ahhoz, hogy ez így tudjon működni, csak ismétlen magamat, hihetetlen nagy izzadságos, aprólékos melóval lehetett csak megközelíteni. Igen, Telihari Péter azt mondta nekem, hogy ennek megvannak az ilyen vígjátéknak a törvényszerűségei, végletekig precíznek kell lenni. Igen. Nehéz a precizitás ilyenkor? Törekedni kell rá, mert az könnyíti meg, hogyha precízek vagyunk. Ha nem vagyunk precízek, akkor az elúszik, szétcsúszik, akkor abból egy handabanda lesz, és nem lesz olyan erős és hatásos. De amit nagyon szeretnék elmondani, hogy Sági Tomival akkor játszottam először, amikor bemutattuk itt Székesfehérvárot a Indul a Bakterház. És abban én voltam a bakter, és ő pedig a kérőt játszotta. És már akkor kiderült, hogy mi nagyon jól egymásra tudunk hangolódni, rendkívül érzékeny és nagyszerű humora van a Tominak, úgyhogy szerintem a rendezőknek az ízlése és jó döntése az, hogy most megint együtt lehettünk egy ilyen nagy párosban, mint ebben a bohózatban. De ugyanilyen öröm számomra, hogy olyan színésznőkkel is dolgozhattam itt, akikkel még ilyen sűrűn kevésbé volt lehetőségem, mint a Sárával, akivel ilyen Julius Cézárban a feleségemet játszotta. De és most visszatért. Rövid jelenet volt, és most visszatért. De nagyon örültem, hogy Attillával is végre játszhattam egy bohózatban, akit szintén nagyra tartok, egy nagyon komoly, jelentős színésze. Igen. Az országnak, Egyed Attila, és most nem akarok kihagyni senkit. A fiatalokról beszéltél az előbb, hát a Julcsit is nézem ott a színpadon, hát egyszerűen lenyűgöző az a szabadság, az a pontosság, ahogy ő eljátsza, vagy a Varga Lili, aki ezt, és a Diáról nem is beszél, nem aki beszél, a díjazott lett a Deszkavízión. Szóval tehát egy erős, nagyszerű, jó csapat van itt, és még olyan pici szerepekben is kitűnő színészek vannak ám, mint a Kozári Feri, vagy pedig a Máté. Igen, tehát Telihai teli találat, ha úgy tetszik. Igen, Telihai teli találat. No, hát én köszönöm szépen. Mit kívánjunk erre a nyárra neked? Hát maradjon lehetőségem ugyanígy, mint eddig, térben, időben, családban, barátokban, egészségben. Történjék így. Az évadtervet még nem pontosan ismerjük, de természetesen bízom benne, hogy fogunk találkozni. Nincs kétségem felőle, hogy így lesz. Akkor szép nyarat kívánok. Köszönöm. Gyönyörűséges alsóőrsi pillanatokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Gáspár Sándor volt a vendégem, aki ebben az esztendőben átvehette a Deszkavízió díját is, és nagyon sok mindenről beszélgettünk, az elmúlt éved legjobb szerepeiről, darabjairól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.